tiszteltem Vánkó Tibor. Micsoda mosoly az arcon. Na milyen helyzet? Mesél, mi van a pályán? Autókázok. Mi van a pályán? Keresem az autót, próbálom szokni, próbálok felzárkodni a többiekhez, mert gyorsabbak. Úgyhogy kapom az instrukciókat, hol megyek rosszul, hol megyek jól. Úgyhogy... Bevált az új motor? Hát őszinte legyek. Nem nagyon. Nem. Sajnos nem az lett, amit vártunk volna, amit szerettünk volna, úgyhogy most az van benne, de nem olyan erős, amire számítottunk, úgyhogy most ezzel küzdünk. Képzeld, azt mondták, hogy Peter Solberg autójában az előző verseny óta találtak 80 lóerőt. Szerinted hova volt elgurulva? Mi is találtunk, hogy 40-et, de aztán elgurult. Úgyhogy nincs benne az a baj. Nem mindegy, hát szerintem azért jó lesz. Tehát így, amiket láttunk, azért ott majd meglátjuk, mi lesz. És hogy érzed magad az autóban? Megmondom őszintén, hogy jól érzem magam. Nem szeretném elszólni, mert annyira félek már mindentől. Jól érzem az autóban, hogy könnyedén megy, megvannak a határai. Futómű is ugye a többieknek jobb, de úgy könnyedén megyek, tehát nem kell úgy erőködnöm, nem kell úgy feszülnöm benne, tehát végül is jó. Határokon belül az autó úgy mondhatom, hogy tökéletes, amire képes, azt ha ki tudom belőle hozni 100%-osan, úgyhogy nem töröm össze az autót, akkor azt hiszem, hogy meg leszek elégedve. Szervusz Junior, túl vagyunk a 2013-as rallycross ebben. Mesélj, hogy alakult nektek a vége? Hát a vége nagyon jól alakult. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Az utóbbi idők legjobb eredménye született nekünk. 9. helyen végeztük, de hát eleve az, hogy bejutottunk az első 12-be, az egy óriási eredménynek tartom. Technika ördöge nem került el titeket a hétvége folyamán, mi történt veletek? Mit kellett reszelni azóta? Hát legfőképpen féltengelytöréseink voltak, vagyis hát nem teljesen tört el, csak a belső része szerencsére, mert így mindig maradt hajtás valamennyi, úgyhogy ott a golyók törtek szét, de hát 3 féltengely az oda ment, úgyhogy az 3 futam a 4-ből, úgyhogy ez elég csúnya, ennek ellenére így végeztünk, úgyhogy nagyon boldog a csapat. 2 hét múlva Greinbach, ugye 3 győzelem vized ideig a Primet Super 1006-ban a Magyar Bajnokságban. Mire készültek még Greinbachra? Hát mi a Magyar Bajnokságra készülünk, úgyhogy hazavisszük az autót, és meg csináljuk, hát van mit pótolni, vásárolni hozzá dolgokat, úgyhogy szeretnénk a Magyar Bajnoki címet visszahódítani, mert az is már 2 éve nem nálam landolt, úgyhogy mindent megteszünk, hogy az autó újból jó formában legyen, és a magyar versenyt meg tudjuk nyerni. Remélem, hogy ott is komoly csaták lesznek, legalább olyan komolyak, mint itt, bár azért nem annyira, de remélem, hogy jönnek még a fiúk, többen leszünk, ez egy bajom van, hogy kevesen vagyunk, és remélem, hogy óriási csatát tudunk vívni. Elég komoly csapattal vonultatok ki, elég sokan voltatok, jól éreztetek magatokat, milyen volt az EB-s feeling? Persze, hát az EB-s megmérettetés ugye azért az nagyon fontos, presszis kérdés, de támogatóinkat is így szeretnénk kiszolgálni, úgyhogy hát és látván a többieket, ugye nem érjük őket utol, azt hiszem soha, de hát azért megadjuk a formáját, megpróbáljuk megadni a formáját, úgyhogy ilyenkor sokkal többen jönnek segíteni, ugye, és hát a vége azért, hogyha ilyen eredmény is van, akkor mindenki boldog. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánok, és akkor 2 hét múlva találkozunk Greinbachban. Köszönöm én is, sziasztok!